láthassunk előre bátran. Jó paripám, haj, haj, körülborog még a pusztában, de várnánk ott a hajnal. Ahogy az elmúlt években sem volt, így most sem lesz sem virsli, sem pedig sör az Öt Templom Fesztiválon, lesz viszont a már jól megszokott spirituális hangulat és a rengeteg lehetőség más emberek hitével és szeretetével megismerkedni, mondta a Győr Plusznak a fesztivál főszervezője. Az Öt Templom Fesztiválnak a szellemiségét azt gondolom, hogy maga a helyszínek határozzák meg, tehát itt öt templomban zajlik az esemény öt napon keresztül, és ezek a szakrális terek, ezek adnak egy bizonyos tartást az egész programnak, nyilván a mi válogatási fókuszunkat is befolyásolják, hiszen olyan produkciókat hozunk ide, amik a templomi térben illeszkednek, a fellépők maguk is úgy jönnek ide, hogy egy olyan ünnepre jönnek, ami egy templomban zajlik, és azért szoktuk mondani, hogy ez egy sör és vízli nélküli fesztivál, és ezen a fesztiválon nincs sör és vízli, hanem ismerkedés van egymás hitével és szeretetével, mert azt szeretnénk, hogyha az emberek józan állapotban is tiszta szívvel érkeznének meg, hiszen templomi padokba fognak beülni, amikor ezeket a programokat nézik. Neves fellépőkből sem lesz hiány az immár nagykorú, egészen pontosan 19. alkalommal megrendezett Öt Templom Fesztiválon. Lesznek visszatérő előadók, és persze igazi húzónév is érkezik, ezúttal Hollandiából. Két dolognak szoktunk nagyon örülni, az egyik azoknak a visszatérő kedves barátaink, akik évről évre idehozzák az új bemutatóikat, extra produkcióikat, ugye ilyen Vecsei H. Miklós, vagy akár a Platón Karatejev Ballagergővel, akár Ember Márkot is említhetném, tehát hogy vannak visszatérő fellépőink, akik mindig valami újdonsággal érkeznek, és a másik, ami nekünk minden évben nagyon fontos, hogy olyan külföldi produkciókat hozzunk, akár Magyarországra, akár Győrbe, akik extrák. Két ilyen van idén, az egyik a Lachaim nevű holland együttes, akik még soha nem játszottak Magyarországon, úgyhogy csak miattunk érkeznek. Ez egy négy országból összeálló társaság, akik 7-8 nyelven énekelnek, és a balkán és a klezmer és a teljes délszáv zenei világot felölelő, azt gondolom, hogy abszolút az Öt Templom Fesztiválra való produkcióval érkeznek hozzánk. A másik pedig egy nagyon extra produkció pénteken az Omnion, ez egy looper technikás elektronikus zenei program, akivel egyébként Ozorán találkozhattak tavaly a fiatalok. Az idei fesztiválnak, mint a korábbiaknak is az elmúlt években, van és lesz is üzenete, ami nem más, mint a béke és a szeretet. Pál Kálmán fesztivál igazgató mondta pont tegnap a rádió interjúban, hogy most az Öt Templom Fesztivál nagykorú lett, és most, hogy már szavazhat, ő a békére szavazna. Úgyhogy mi tényleg szeretnénk a békére és a szeretetre szavazni, de azt gondolom, hogy ez nem csak idén üzenete az Öt Templom Fesztiválnak, hiszen amióta elindultunk, azt mondjuk, hogy a párbeszéd és a megértés az alapja annak, hogy Európában békességben élhessünk egymás mellett és az egész világon. Minden évben csinálunk egy tematikus kérdéssort a fellépőink között, ezt most nem árulhatom el, hogy idén mi lesz, de adventkor a béke volt, és nagyon szép gondolatokat osztottak meg velünk. A csütörtöktől hétfőig tartó fesztiválról a legtöbbet talán a fellépők személyes véleménye mondja el. Vecsei H. Miklós például azt mondta, minden egyes ilyen fellépés egy ajándék, hogy valami több szülessen, mint amire egyébként képesek lennénk. Míg Balla Gergely úgy vallott, szeretné, ha a fellépéseikre nem ki, hanem bekapcsolódni mennének el az emberek.